Már bajnokként lépett pályára a Nyíregyháza Spartacus 2 a Nyírbátor ellen a labdarúgó Nyírvetlant megyei első osztályban. A vendégek nagyon sportszerűen sorfalat álltak a Sparinak a bevonuláskor, Huszák Géza vezetőedző pedig egy bajnok csapat 60 feliratú mezt vehetett át születésnapja alkalmából. Ez volt a második olyan munkám, ami ennyi fiatal került a kezem alá, mert mondom, addig mindig a felnőtt bajnokságban voltam, vagy vezetőedző, vagy másodedző. Érdekes munka volt, sokat tanultam én is ugye ebből az évből, másabb ugye a fiatalokkal dolgozni, viszont hogyha az ember el tudja fogadtatni magát velük, akkor isszák az embernek a szövegét is, az edzés munkát is, és hát ugye nagyon jó volt a rajtunk, ami nagyon sokat segített, tehát a hit, ugye az önbizalom az nagyon fontos egy különösen egy fiatalnak az életébe, és mi nagyon jól kaptuk el a rajtot, ugye hát mondom össze 11-ből 11 győzelmünk volt, úgyhogy azt szerintem megadta az alaphangot az egész évre. Szép számú közönség, közel 300 néző volt a pálya körül, a felnőtt, az utánpótlás és a női csapat tagjai közül is sokan érkeztek, hogy megtapsolják az együttest. A klub vezetése jelezte, amennyiben feljut a csapat az NB3-ba, vállalja az indulást. Az NB3-as bajnokság a nevében még amatőr bajnokság, de azért ezt, mint tudjuk, Magyarországon azért egy félprofi bajnokság. A klub megadja azt a hátteret, ami a bajnoksághoz kell. Remélhetőleg a örökösföldi centrumunk az elegendő lesz ehhez az infrastruktúrális feltételhez, és bízunk abban, hogy megkapjuk az engedélyt erre, és itt tudunk majd játszani a jövőben. A Nyírbátor ellen az első félidő első negyed órája kevés helyzetet hozott, majd Stankó 18 méterről a kapufát találta el. A játékrész vége viszont a Spartacusnak sikerült jobban. A banyói húzódása miatt beálló Olá Benyámin előbb Pataki beadása után lőtt a kapuba, majd Hunyadi lövése pattant vissza a létről, és Olá Benyámin megint jól érkezett, így a szünetben 2-0 volt az állás. Fordulás után sokáig úgy tűnt, a Nyíregyháza megnyeri a találkozót, de a 82. percben Danó szépített, majd a hosszabbításban Varga is betalált, így 2-2 lett a végeredmény.